A legjobb árakért és kedvezményekért nézzétek meg az Eneba oldalát, a linkeket pedig, mint mindig, most is megtaláljátok a leírásban. Sziasztok srácok, én Dani vagyok, és ahogy azt már megszokhattátok, megnézzük a legújabb heti frissítés részleteit. Volt egy kis közjáték délelőtt egyébként, mert körülbelül délután 1 óráig játszhatatlan volt a játék, le voltak halva a Rockstar szerverei, és tulajdonképpen elérhetetlen volt minden játékoknál az online mód. Úgyhogy, ha kicsit később kerül fel ez a videó, akkor ezer bocsi. Na de nézzük is magát a hetet, mert hogy kaptunk belépési bónuszokat, remek kis pénzszerzési lehetőségeket, egy jó adag akciót, és még több minden mást is, úgyhogy vágjunk is bele, és nézzük, hogy mi mindent kaptunk ezen a mostani héten. A jelenlegi hét szeptember 19-től 26-áig fog tartani. Ahogy említettem, kaptunk belépési ajándékokat, mindenki, aki fellép a játékba ezen a héten, az megkapja az Alpine outfitet. Én amúgy ezt imádom. Tehát annyira szörnyű, hogy már jó. Úgyhogy tuti, hogy ebben leszek egész héten. Aztán szintén megkapja mindenki ajándékként a Pisswasser Good Time felsőt és a Gold Pisswasser rövid nadrágot. Egyébként az Oktoberfestet ünnepeljük jelenleg a játékban, tehát azért kapcsolódik szinte minden a Pisswasser sörhöz. Illetve kaptunk néhány liveryt is a Cypherre, valamint a Sentinel Classic White Bodyra. Ezeket érdemes lehet megnézni, hát ha valamelyik megtetszik. A pódiumon a Trüffet Nero-t találjátok, ennek az eredeti ára 1.440.000 dollár, és egyébként iszonyat jól néz ki, ráadásul most egy hétig ugye ingyenesen ki tudjátok pörgetni, ehhez sok sikert kívánok mindenkinek. A Prize Ride jármű pedig az Obey E. Wagen, aminek a megszerzéséhez az első helyen kell végeznetek, bármelyik Los Santos Kármit versenyen, 3 egymást követő napon, ehhez is szintén sok sikert mindenkinek. A tesztautóink az Enis RE7B, a Stinger GT és a Buffalo S, Simeon kereskedésében pedig a Swingert, a Viserist, a Deviantot, a Massacrót és az Avarust tudjátok megvásárolni, valamint kipróbálni, míg a Luxury autóznál a Josemite 1500-at és a Dominator GT-t. Jöjjenek az akciók, 30%-os leárazás van a Pegasus Reaperen, az Ocelot Swingeren, a Western Company Bessrán és a Western Company Seabreezen, és van egy jó pár 40%-os akciónk is, ennyivel olcsóbb az Enis RE7B, a Pegasi Osiris, a Weaponized Konada, a Normál Konada, a Savage, valamint a Brute RCV. Lássuk a pénzszerzési lehetőségeket, Savage-járos autókkal kezdjük, Benefactor SM722 388.000-et ér, és a Dagen Rebelli tartozik hozzá, az Obey Tailgater S341.000-et és a Podium Rebelli, a Dinka Sugoi pedig 247.000-et és a Gangbanger Rubbery. Tripla szorzó van a CEO-s testőrök kifizetésén, ne kérdezzétek, hogy miért pont egy héttel a Special Cargo-s hét után, teljesen érthetetlen egyébként. Aztán kétszeres dollár és RP szorzót kapott a Hunting Pack Remix játékmód, ebből mindenféleképpen lesz közös játék, ez az egyik kedvenc játékmódom egyébként. Szintén dupla szorzósak a Standard, valamint a Most Wanted Bounty Targetok is, amik egyébként így meglepően jól fizetnek, tehát hogy egy Most Wanted Target például 250.000-et ad napi szinten, úgyhogy érdemes lehet ezzel foglalkozni. A Weekly Challenge is ehhez kapcsolódik, mert hogy mindenki, aki sikeresen elkap 6 Bounty Targetot, lehet Standard és Most Wanted is, az megkapja a 100.000 dolláros jutalmat, és végül, de nem utolsó sorban, ne feledkezzünk meg a Time Trialokról sem, a Land Vehicle-ös az End-to-End, az RC Banditos a Cypress Flats, a Shank Energy is pedig a Mirror Park, úgyhogy ezeket kaptuk ma. Jó játékot mindenkinek, srácok, köszönöm szépen a figyelmet, holnap este találkozunk. Én Dani voltam, sziasztok!